Ferenc Imre költő, szerkesztő, újságíró, a mai nevén Hargita Népe Napilap munkatársaként tevékenykedett egészen a 2008-as nyugdíjazásáig. A kiváló publicista szerkesztői tevékenysége révén a lap arculatát meghatározó, azt jelentős mértékben alakító újságíró volt. 1979-ben jelentkezett első verses kötetével, azóta számos verses, illetve publicisztikai kötete jelent meg. Ezúttal az 1989-es forradalom utáni 3 hónapban az újság szerkesztőségébe érkezett olvasói levelekből válogatott egy kötetnyit. Az első napokban volt cenzurázás, volt egy kicsi félelem, szokatlan volt a szerkesztőség vezetőségének ez a hangvétel, ez a nyitottság. És zavarba jöttek, félretették ezeket a személyeskedő leveleket, és én akkor úgy gondoltam, hogy ezeket meg kellene őrizni, hogy mégis később majd lehessen azt felmutatni, hogy hogyan nyilvánultak meg az emberek ezekben a napokban. És félretettem ezeket a leveleket és iratcsomókat pár hónap teltén, amikor el akarták vinni. Hát egy bőrönnyi ilyen iratcsomó volt, és amikor elérkezett a 30. évforduló, aktuálisnak éreztem, hogy nézzem át és állítsak ebből össze egy könyvet, mert így hozzáférhető lesz könyve, mert a Hargita vagy akár más lapnak a kollekciója az esetleg egy-egy könyvtárban hozzáférhető, de átlapozni túl szétszórt és nehézkes. Így egy válogatást közöltem tulajdonképpen. Azt hiszem, hogy ez a könyv tartalmazza a legfontosabb témákat, a legfontosabb területeket, azokat a levelezőket, akik azokban a napokban hozzászóltak a témához, a demokráciához, a szabadsághoz. Értelmiségiek, munkások, egyszerű emberek, földművesek, mindenképpen úgy vélem, hogy a Hargita Népe 30. évfordulójára én kitettem magamért. Ez a levéláradat a kézírásnak az utolsó bemutatkozása, mert az emberek tollat fogtak, hogy a szabadságról, forradalomról, demokráciáról véleményt mondjanak, fogalmazott Ferenc Imre a csíkszeredai könyvvásár keretében megrendezett könyvbemutatón.